Gyökér csatornában kellemes jó estét kívánok! Sziasztok! Itt Csirtengörös, az én lefagytam. Én lefagytam. Tehát ez a gyökér csatorna, az nem tudom, hogy micsoda. Én is megilletődtem a... egy picit. Valószínűleg az afrikai bensz... Nem, nem, nem. Ez esőerdő lesz, bazmeg. meg. Az esőerdőben a benszülöttek a fák gyökerét vágják ketté, kiválják puha belsejüket, és abból építenek csatornát az egyébként is szegényes házi köré. Nem tudom. Vagy csak egyszerűen fogorvosnál voltam tegnap. Jó. Ja. Jaja. Ja. De ez, 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 most egy, ez, egy, ez egy, őrületes challenge volt, úgyhogy még gyűjtöm az erőt, addig beszéljetek. Mi történt veled, Fifika, az elmúlt oh, héten. Én folyamatosan, tehát én ilyen előgondolkodó üzemmódban vagyok. Kérlek szépen. Hogyhogy hogy. hát, uh, uh, hogy is volt uh, a kán, ö, uh, celeb voltam, mindenki hívott, de ezt tudod, mert mert uh, ugye elsősorban Letarult a média elsősorban rád, rád akartam testálni ezeket a feladatokat, de de neked mi volt a határidős melód volt, vagy? Igen, pont 20-ára úgy alakultam, hogy minden tudtam már csak zenebohóckodni, nem? Na, és akkor nálam járt az RTL Klub, mellesleg a kolléganőmet hosszabban idézték, mint engem. Tehát ilyen, ott beszélsz negyed órát, és egy mondatot megtalálnak ebből a negyed órából, amit leadnak. Mellesleg a kolléganő. Szebben nézett ki minden bizony, mint. te. Ez tény, ez tény és való, tehát én figyelj, ezen nem is vitatkozom. Aztán a hírté nem, nem, nem a hír TV, az echo TV az nem jött ki, viszont ők telefonos interjút kértek, és volt a kapos TV tehát soha az életbe nem keresett meg minket a most nagyon fontos lehet nekik, ők is telefonos interjút kaptak, illetve úgy tudom, hogy a Szunyog Tamásnál járt kint talán az Eho TV. Te adtál valakinek interjút, Krisztián? Azóta nem, nem. Nem, nem, azon a pénteken. Nem, azon a pénteken én nem. Nem, nem. Nyugkába temetkeztem meg meg nem tudom így szerintem a régi anyagokból vagdostak be mert én két riportot bírtam elcsípni két különböző csatornán és én azt láttam mintha ilyen régebbi riportokból bevágtak volna anyagokat szó szóval, a péntek nem várt sűrűségű volt illetve megint nem tudtam azzal foglalkozni amivel akartam. Közben itt volt a, a leányom Londonból. Őt vasárnap hajnalba vittem ki a, a repülőtérre. Birkák egyébként tök jó vannak, tehát így TPD-kompatibilisek már. <kül> Kurva nehéz volt 10 millis vödröt beszerezni, de, de, de sikerült. Cseppmentesen a... töltő. Cseppmentes töltésű birka vödör 10 millisbe. A kutyákat meg uh, muszáj, gyerekek, uh, nem is tudom, tehát ilyen szűkített uh, uh, étrendre fogni, mert kövér disznó mind a kettő. Velem együtt, mellesleg. Azt akartam mondani, vajon kitől örökölték? Tök. Túl, túl jól tartom az ez a túl jól tartás, nem tudom, van-e ilyen bűn, de ebbe a bűnbe estünk, hogy túl jól tartás. Hát meg készülünk a, a szombati ö, egyesületi közgyűlésre, ami az óvodai ballagás után lesz egyébként, tehát hogyha valaki el akar még ballagni az óvodából, az jöjjön egy, nem tudom én, egy 3-4 órával korábban, és akkor ezt az élményt is uh, tudjuk. igazi kiadós óvodai igazi ballagás. Igazi kiadós, vidéki, falusi, tudod, az az igazi falusi óvodai ballagás, tehát így táblaszalon a nyakadba, integetsz a kis csoportban, a nagy csoportban, zsír. Ez számszakilag hogy néz ki, mert ugye sem a népesség mutatók, sem a, a, a vidéki lakosság szám, pláne a kis településeken nem nagyon predestinál más, mint hogy ott lesz 400 felnőtt és három riadt óvodás pislogkörbe, körbe, hogy mi az is lehet a, a legdurvább az az volt, amikor a nyolcadikos ballagáson egy gyerek ballagot, nem volt kinek a nem volt kinek a hátára vagy a vállára tenni a kezét. Tehát az azért szerintem utánozhatatlan volt. Na és te, Mújó? Az azért durva, mert az összes ballagási nóta több számban íródott, amennyire én emlékszem. És ezt elég hülye lehet énekelni egy magadba. Igen, az így nagyon, nagyon Jaj, arrasztott. Hát én kérlek szépen úgy vagyok vele, hogy haszonállatok túl jól tartása és cseppmentes utántöltése hatóságilag tilos. most kiszúrok veletek, mert összeírtam, hogy mi történt velem az elmúlt héten. Úgyhogy le tudom találni egybe. Jó, csak tudod, adásidő. Adásidő? Igen, csak mondom, hogy most így fölírtál mindent akkurátusan. Igen, mi az az adásidő? Nem, nem értem hát a hát szeretnék. Hát az, hogy érni. egy LA az két óra, most te összeírtál mindent, az lesz egy LA plusz a te monológod nem, gyors leszek, gyors leszek, túl jól működik a szuper diétám, mint kiderült, úgyhogy most már megütöttem a 80 kilót, most már azon kell elkezdenem gondolkodni, hogy hogyan álljak meg a fogyásban, igazság szerint, ez az egyik hatalmas dolog, ami történt, a másik, hogy lett egy vadi jobb felső szemfogam is, hogy én is dicsekedhessek a fogorvosnál töltött időmről, úgyhogy most már, ha jól számolom, már csak 5 darab fogamban hátra, és Tadám! Csillogó mosoly. Talán nem utolsó sorban, egy nagyon fontos változás az életemben, hogy képzeljétek újra dohányzom múlt hét péntek óta, legalábbis a jogszabályok értelmében. Ismét dohányos lehettem öt év kihagyás után. Ezen kívül mi volt még? Jártam a fővárosi törvényszéken intézgetni ezt azt a, 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 beadott keresetekkel kapcsolatban. Voltam egy mini tüntetés demonstráción, ahol véletlenül csak összeverődtünk. Voltam az első utolsó illegál gőzlér elcigi vaper találkozón, és ezen kívül, ezen kívül a gőzlér blog megjárta az index nyitólapját a hétvégén. Ezek történtek velem. Jól összeszedtem, szedtem Csáli. Uh, jól, voltak olyan momentumok, amikre külön kitértem volna, volt, amit meg se említettem volna, de, ja. Te kérdezted, én elmondtam. All right. ki. Képzeld végre összeírta. De most ez ilyen nagyon offline-nak tűnt, mintha egy cetliről olvastad volna. Nem. Telefonból. A, a notepadről. Ó, betoljok. <laughs> Digitális cetli. Abszolút. Na hát én a, én a fogorvossal volt egy challenge tegnap, ugyanis tudod, mondtam nektek, hogy azt meg te hülye vagyok, fáj, és megnyomom. Hát miért nyomom, ha fáj? Na mindegy. Szóval fájt a fogam, nem múlt al alább a, az a két alkalommal ezelőtti tömés, fájdalom. Úgyhogy azt mondta, biztos van ott egy zárvány, úgyhogy kicseréli. Tök jó. Ez ingyen lesz akkor. Aztán Zárvány, mi... az nem a növényekben van. Micsoda? A zárványok nem a növényekben Nem, vannak? a zárvány az minden olyanban van, ami nem odavaló, tehát mit tudom is én, egy egy, egy acél blokkban van egy légbuborék az zárvány, mert az, az, az uh -huh. ott van belül és nem oda illik, gyengíti az anyagot. Na aztán Kem növénytamból emléks ismerős a kifejezés. Aztán megfúrta, akkor ott majdnem behugyoztam, kaptam még érzéstelenítőt, kivette, és és, és utána elkezdett rajta dolgozni. viszony katonája. Igen, igen, igen. Elkezdett rajta dolgozni, és mikor mondta, hogy zárd össze, és éreztem, tudod, azt a azt a próbatömésszerű ragacsos nyúlós dolgot, mint a rágógumi, akkor már tudtam, hogy ez már nem lesz jó hír, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy bedurrant. Úgyhogy gyökérkezelés lesz. Úgyhogy annyira volt azért úri ember, hogy a, az előzőt ugye ki kellett, hát amikor megcsinált, az kifizettem, a mostaniért nem fizettem, a következőért nem fizetek, a gyökérkezelésért fizetek, és a végleges tömésért megint nem fizetek, úgyhogy... És a gyökérkezelésnek annak meddig tart a hatása, Charlie? De rajtad nem segít ilyen távol. Nem, nem, azért érdekel, de milyen sokáig lesz egy gyökér. Tehát, mikor jön vissza, vagy megy el, vagy nem tudom. Hát ez, ez rosszabb volt, mint a sok éves átlag. Tehát az, az, idegesít csak, hogy, hogy ezzel most megint egy ilyen három-négy hetes lemaradást dobtam magam elé. A faszom ki van már. Úgyhogy mindegy, ez van. Ez van. Hát Sigyi, Magyarország már rég monarchia lesz, amikor te még mindig a foga ide Sőt, lehet, hogy már újból nem cigarettázni fogunk, mikor végzünk ezzel a projekte. Csapjunk a, a levesbe, mert az adás sem lesz hosszú, meg téma is sok van. Aztán, aztán, hát még annyi van, hogy ugye kicsit előre vetítve én holnap csapatépítőre megyek, úgyhogy Ma este az adást befejezzük gyorsan, és én holnap csapatépítő után, valamikor hat után, masszázs után rakom ki, vagyis vágom meg az anyagot, tehát az nem, nem, nem a délutáni csúcsban lesz kirakva és és ennyi körülbelül, amit el tudok mondani. De aki ezt hallgatja, az már tudni fogja, hiszen hiába keresi, majd délután kettőkor nem lesz ott. Na ennyi. Csapjunk gyorsan a levesbe, lecsóba, a lovak közé. Még csak azt akartam megkérdezni, hogy és mekkora csapatot építetek, tehát hogy ez most, hogy kell elképzelni, hogy van benne előszoba, fürdőszoba, WC, vagy vagy hogy ez ilyen kis csapat. Ilyen. Ez már majdnem olyan szar, mint az elő, még nem annyira, de ez is szar, Fifika. Hidd el, hogy szar. Én a következő ötletem az a fogtömésbe épített nikotin pumpa lett volna, de most már hagyom a picsába. Nem vagy érvényesülni ma a Charlie nézben. Nem, az az igazság, hogy különben most örülök, hogy laggolnak a, a, hangok, mert így nem hallom azt a rengeteg hülyeséget, amit a Fifika mond. Hála az Istennek, Ajj, Ajvé, Hozsánna testvér, egyes pont. Szombaton jól kibeszélünk a hátad mögött. A hátad az, mögött. Hála, jó Istennek. Én meg fetrengek majd közben fél részegen, míg ti jól kibeszéltek. Tegyétek. Na, kezdjük akkor. Kezdjük. Nagyon érdekes dolog történt amik is ne ellentétben a CDC sokkal pörgősebben szereti földolgozni az előző évi dohányzással kapcsolatos adatokat, míg nálunk 2013-asak az utolsó publikált adatok, az amerikai árványügyi hivatal már közé is tette a 2015-ös dohányzásra vonatkozó adatokat, és egy egészen meglepő fordulat történt, évtizedek óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban, 2 ot esett a dohányzók, dohányzó felnőttek száma a tavalyi évhez képest, és ez annyira durván nem volt ilyen, hogy utoljára ehhez hasonló zuhanás 1992-ről 93-ra történt, amikor másfél százalékot esett a, a dohányzók száma. Folyamatos csökkenés mutat ugye az Egyesült Államokban ez a szám, de általában ez maximum egy százalékot, de többnyire az egy százalékot sem éri el évente a csökkenés. Most viszont 2 százalékot lezuhant az amerikai dohányosok. Felnőtt amerikai dohányosok száma. Ami egy örvendetes fejlemény, ami nem annyira örvendetes fejlemény, hogy a hivatalos kommentek szerint Hozzáfűzték, hogy igazából nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ennek van-e köze az elektromos cigaretta terjedéséhez. Nem, nincs sem, semmi köze, nincsen hozzá. Megmondta a WHO is. Ez a rászoktatás eszköze. Most akkor lamentáljunk el azon egy picit, hogyha az Egyesült Államokban ugye a CDC szerint valaha, jól emlékszem, akkor ilyen 4,5 millió elektromos cigaretta használó van, még más CDC-től független felmérések szerint akár 15-20 millió elektromos cigaretta használó is lehet, és ugye a, a, a hivatalos egészségpolitikai álláspontok szerint az elektromos cigaretta a rászokás eszköze és a dohányzás előszobája, hogy ha Ilyen mértékben terjed ez a brutálisan gonosz rászoktató eszköz, akkor hogyan esik rekordmennyiséget, de tényleg több mint 20 éve nem látott egy éven belüli rekordmennyiséget a dohányosok száma. Na, tú ti biztos nem a az elektromos cigarettát, Krisztán, a, Krisztián, a dohányosok számát hogy mérik? Hát gondolom, ahogy itthon, fognak egy kukából? csoportot a kukából. Igen. Nem a kukából, a kukából a, a csempész cigit. Jó, de, igen, de most igen. Ért, érted a, a lamentációt, hogy hogyan mérik a dohány. Tehát nyilván van egy statisztikai adatuk a dohányfogyasztásról. Hát fognak, legalábbis az itthoni magból kiindulva, fognak egy tekintélyes méretű csoportot, amiben felmérik, hogy mi van, aztán abból viszonyítanak a teljes lakosság számához képest. De valóm, magát a CDC jelentést nem olvastam el, csak a, hmm. a, az elemzéseit, úgyhogy nem tudom, hogy konkrétan mekkora a, a, a embertömeggel dolgoztak, de í, ez így szokott működni, hát nyilván nem kérdeznek meg mindenkit. Tehát az kicsit. is lehet, hogy ez a kettő százalék, ez mondjuk négy. Akár az is belecsúszhat, persze, persze. Az is lehet, hogy igazából csak egy, de hogy az ugyanezen típusú felmérések alapján készültek az előzőek is, tehát ugyanezzel a módszert annal minden korábbi évben, és hát ahhoz képest is kiugró ez. De valóban igazad van, hogy ha minden egyes embert megkérdeznének, akkor lehet, hogy ez a kettő igazából négy lenne, de az is lehet, hogy egy. Jó, következő adasra marát... én fölkészülök erről, erről hogy H hogyan mér, méregetik. Hogyan is mérik? A... Igen, igen, engem érdekelne, hogy... Tudod hát ez érdekel, műszer. de annyit nem ér, mint amennyit te erre rá fogsz időben. Pont ugyanúgy mérik, mint ahogy mérik az, hogy hányan nézték az RTL helyett a TV2 híradót. Szóval, ennyi. Van egy kontrollcsoport is, és abból levetítik. A kontrollcsoportban gondolom van 18-tól értelmes életkorig bezárólag, és megnézik Mindenféle bontásban. 18-tól 25-ig, 25-től 30-ig, 30-tól 45-ig, aztán a fölött a futottak még kategória. És ennyi. Hát, még azt is megjegyzik itt egyébként, hogy a szakértők a jelenlegi csökkenéseket igazából a dohányzás ellenes reklámkampányoknak, a cigarettákra kivetett adóknak és a dohányzás tiltásának tudják be, de mivel ezek azért most már némelyükük igen, csak több mint egy évtizedes múltra tekinthet vissza, és masszív stagnálást vagy minimális fejlődést mutatott. Én eléggé valószínűtlennek tartom, hogy hirtelen az emberek rájöttek, hogy no hát ez a reklám azt mondja, hogy ne dohányozzak. Eddig is láttam 450 szer, de pont ma úgy döntök, hogy hallgatok rá. De majd úgyis ilyen gyógyszergyeresik, hogy mondja, mondja hogy hát, de hát ingyen osztogattam a sampix annak tudható be ez a 200%. Túltárgyaltuk. Már, egy, már egyik se élt. Gyerünk tovább. Másik következő, és tényleg csak egy apró színes, hogy az amerikai kormány, nem kormány, hanem azok a szervezetek, akik erre fel vannak jogosítva, betiltották az elektromos cigaretta és azok alkatrészeinek szállítását. Mindjárt mondom, hogy hogy a repülő repülőgépeiken, tehát ezt a TSA ellenőrizni fogja, és ha nem jó helyen van, kibasszák bizony a csomagból, mint a macskát szarni. Én nem érzem a különbséget, mert hogy ugye már tavaly is megvolt, hogy a litium-ionos akkumulátorokat a becsekkel csomagokban, a raktérben nem lehet föladni. Nem már lehet föladni, igen, de most de annyira külön szedik, hogy, hogy az elektromos cigarettát és folyadékot ne lent vidd, az aksit ne vid, a töltőt lent vidd, fönt vid az elektromos cigarettádat, de még a mondjuk nem tudom, hogy Tehát ha a repülőgépen nem használhatod, akkor mi szükség lenne arra, hogy töltsed, mert itt azt is leírták, hogy a fedélzeten nem lehet elektromos cigarettát tölteni. Nem, nem értem, hogy mi, mi az a az az élet körülmény, hogy London, Heathrow, bassza meg lemerült, nem baj, van egy kilenc órás után föltöltöm addig a cigit, a, az éve, tudod, a, a háttámlában, ami van az USB <laughs> két tized ö, amperrel. Nem, nem, tudom, nem tudom, nem tudom, de, de nem is az a lényeg ebben, hogy, hogy tulajdonképp ugye nincs betiltva, nem lesz betiltva, csak ö, hányan fognak csöcsre szaladni, hogy jaj, azt hittem a másik bőröntben, nem lehet, ebbe lehet. Hát pedig ebben nem lehet, és akkor ott a kuka mutatom kézzel, és nem tudsz mit csinálni, mert vagy a komplet bőröndöt hagyod ott, akkor már a nagy csomagot föl van adva. Ha abba belerakod, akkor jó esélyek kinyitják, és, és ö, ö, onnan fogják kikapni. Ha meg a kicsibe lesz benne, akkor simán csak kidob, kidobatják a francba. Úgyhogy ö, ö, ez van, és jó, hát az akkumulátorra vigyázni kell, persze értem én, de, de hogy honnan jönnek ilyen hülyeségek, hogy így agyalnak, hogy minden, minden szegmensét a marhasságunknak fedjük le, ne lehessen tölteni a utastérbe. Hát baszki. Zseniál. Na, kis apró színes volt, hogy uh, Eyewitness News. Ha, beszarok. Nem is néztem a címét az oldalnak. Viszont hmm. a van közelebbről sokkal uh, érdekesebb hírünk. Some a hír. Már múlt héten, vagy azelőtt emlegetett őszülő halántékú lordok metal villát mutatnak. Keményen, igen, igen, és hát ugye nagyon várjuk a június 10 tizedikei hetet, amikor is megtörténik majd a, a, a szavazás lord kellenen indítványáról, hogy kukázzák a, a, az elektromos szigarettákat a TPD implementációjából Angliában és hatalmas kampány indult Angliában. Ez ügyben masszívan írnak az ottani elcigarettahasználók a kis parlamenti képviselőiknek alsó felső házba vegyesen, és most jött is róla egy visszajelzés, hogy a tegnapi nap folyamán a, 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 parlamentben a munkás és a konzervatív párt jelesebb képviselői összeültek, hogy megtárgyalják, hogy miként is lehetne hatékonyan leválasztani a dohánytermékek szabályozásának jogharmonizációjáról az elektromos cigarettát, és hangot adtak azon észrevételüknek is, hogy nagyon-nagyon megindító és nagyon-nagyon klassz kis kampányt csinálnak az Egyesült Királyságbeli E-cigarettások, és nagyon szépen köszönik a szíves szóló személyes leveleket ebben a témában. Úgyhogy most újabb erővel lángol föl ez a kampány. Most a lordok és egyebek helyett kifejezetten a képviselőket célozzák, és kérik őket, hogy írjanak ők is levelet a, az érintett miniszternek a kérdésben, úgyhogy abszolút pörög, pörög a történet, és, és nincs Angliában elfelejtve ez a dolog, abszolút terítéken van. Úgyhogy nagyon izgulunk továbbra is. Ott még nem késő. Tegyük hozzá. Hát itt se késő, csak ott ott majd az lesz a vége, hogy értelmes embernek fogják őket gondolni, itt meg, ö, itt meg majd tudni fogjuk, hogy hogy dilettáns faszok, és ö, már hogy nem ők, hanem akik itt azt gondolják, hogy mi egy kis külön szigeten vagyunk, és ö, nálunk nem ö, ugyanazt az elektromos cigarettet használjuk, mint a szigeten, vagy, vagy mondjuk nem ugyanazt a diacetit szívjuk, mint a szigeten, és ö, akkor egy picit itt előre Ugranék a, az ötös pontra, ami egyébként Cigiri Cigler Feri talál, találás, azt akartam, hogy találmány, de nem ő találta föl, talál, feltalálása. Én a, ezt gyűjtésnek, a... Cigler Feri gyűjtésnek szoktam magamba hívni, mert mi, lelki személyem előtt mindig Bartók és Kodály Zoltán jelenik meg, amin gyűjtik a népdalokat, és a hagyományőrzés mestereként Ú, járják nekem az meg országot. A, a gyűjtésről a gyűjtésről eszembe jutott a Harvest, és hogy, hogy megy kint, és a fűszer gyűjti. Aha, dűne fűszer. De ez már egy... Igen, 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 igen. Szóval az angoloknál most azt mondták a diacetére, hogy fuck you, és felsorolnak még minden mást, és most nem azért mondok még olyan dolgokat, mert azok benne vannak a cigarettában, hanem hogy lássuk, hogy hogy ö, tegyük a barátai közé a diacetilt, ö, dietilenglikol, etilenglikol, formaldehid, formaldehid a barátunk, ö, acetaldehid, akrolein, ö, fémgőzök és egyéb, egyéb ö, marhaságok, ami már annyira nem is érdekel minket, és amiért lényeges a dolog, tehát ö, most már nem lesz arra lehetőségük, hogy azt mondják, hogy nem húzhatjuk rá ezt a gumiszab, egy ők, ők az értelmesebbik oldalán a, a, a csatornának, nem mondhatják majd azt a, a likvid gyártók, hogy nem tudom mi a túró van, de azért Iron biztos, ami biztos, hogy, hogy nyomokban mondjuk diacetilt vagy acetilpropionilt tartalmazhat, mert hogy, hogy náluk már ez sem lehet, tehát abszolút a diacetilmentesnek kell lennie a játékosnak. És, és, ők ezzel zárták rövidre a dolgokat. Tehát nem, nem az lesz, hogy, hogy mutass egy papírt, persze kérhetnek, sőt, biztos kérni is fognak minden egyes likvidről, hanem most már a vevőnek nem kell azon gondolkoznia, hogy hú, vajon ez azért nincs ráírva, mert elfelejtették, vagy azért, mert valóban nincs benne, és hogy esetleg, a valaki fennhangon azt mondja, hogy ár, pedig az enyém az totál minden ilyen anyagtól mentes, akkor az, 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 az csak kidomborítja azt, ami egyébként a másikra is most már kötelező érvényű. Tehát mindenkinek mennie kell a, a szabályozás ezen része után, és azt nézem, hogy ez jövő, máj, jövő május 20-tól. még a jelenlegi készleteket kiárulhat. Igen, el. ez jövő május, május, május 20-tól. 20 igen, igen, igen. Tehát aki most finom 5 pons diacetiles uh, lucénát akar venni, csapjon le rá a francba vele. Én, én egyébként ezt, ezt azért tartom jónak, mert uh, nem az a hozzáállás, hogy de akkor tiltsuk be, és mindenszer és izé, hanem végre van egy konkrét ajánlás. Nem ajánlás? Értel? Ez nem vagy ajánlás. A akkor nem, nem ajánlás, van egy szabály. Igen, igen. Ott le vannak írva, föl van sorolva a dioxin kívül más, és föl vannak sorolva azok az anyagok, amik nem lehetnek benne. Pont. Ennyi. Tehát... Na de nem egyszerűbb ezt mondani, mint, mint egyfolytában azt szajkózni, hogy és dehid is van benne. Persze, az meg, ezelőtt nyolc évvel találtak 15-ből egy olyat, amiben volt. De most már ö, azt mondják, hogy ez nem lehet benne, az nem lehet benne, az nem lehet benne, ha kis, kicsit egyszerűsítek. ha kiszedlek a sorból, és mégis van benne, akkor, hú, hogy mondjam, hogy clean kompatibilisek legyen. Na mindegy. Akkor, akkor nagyon megjárod, megbüntetlek, leveszem a polcról. Igen. Ö, tehát tiltják <hül> azt, ami nem egészséges benne. Csó. Hát igen. Mondjuk hozzátartozik a történethez, hogy ezelőtt nyolc éve örültünk annak, a találtunk egy olyan kazánt, amelyik mondjuk tíz szívásból kilencszer rendesen működött, és csak egyszer égetett a tízből. Tehát na, szóval azért azóta csak fejlődött valamit ez a hát meg Pont erről beszéltünk a múlt héten, hogy azért igazából nem agysebészet egy normális épeszi szabályozást kitalálni, ügyelni kell a termékbiztonságra, és ez például pont ez előírni, hogy amiről tudjuk, hogy gáz, az véletlenül se legyen benne. Nem ez, mint ami egyéb helyeken megfigyelhető, meg lebeg fölöttünk Damoklész kardjaként, hogy biztos, ami biztos az összes ízesítést tiltsuk mert akkor aztán végképp semmi baj nem lehet. Pontosan tudjuk, hogy mikkel van baj, és itt van ez a kis lista, időről időre felül fogják vizsgálni, így is úgy is, egy csomó vizsgálatot fognak végezni az engedélyeztetés során, meg amúgy is a tudósok egy csomó egyéb vizsgálatot csinálnak. Ha két hónap múlva megtudjuk, hogy valamilyen összetevője miatt valami problémás, akkor fölveszük a listára azt is. Ennyi. Egyébként, tudjátok mi az egészben a legszomorúbb? Hogy a... olyan rész. Hogy az nem ott élünk után, az az a legszomorúbb. Hogy... Hát igen, az. De hogy gondolj bele, hogy itt azt mondták, hogy ez nem lehet benne. Tök fasza És sejtésünk van, illetve hát az összetevőkről tudjuk, hogy ez nem jó, ez sem jó, az sem jó. Mondok mást, amiről tudjuk, hogy egészségtelen. Finomított kristálycukor. Fehér halálként is szokták emlegetni. Felelős szív- és érrendszeri betegségekért, euh, cukorbetegségért és a cukorbetegség szövődményeiért. Tehát, euh, mit tudom is én, utána, hogyha nem figyel oda az ember, mondjuk amputálják a lábát, mondjuk ő sem él addig, én elhiszem, hogy nem olyan hirtelen és gyorsan ö, látványos a dolog, mint egy dohányos szájában ö, mondjuk a gégerák, de ott is tudjuk róla. Mindenhol leírják, hogy a cukor nem egészséges, és helyette most ez a, ez a mainstream, a nyírfa, meg a tököm tudja milyen, meg az ilyen-olyan-amolyan cukrok, azt nem tiltja be senki. Ez, ez mindenféleképpen a, az ízesítést, meg a Glicerint, ami csak végbélbe való, azt tiltani kell. Illetve hát az utóbbi pár nap eseményéből tudjuk, hogy már lehet, hogy tiltani se kell, mert én úgy veszem észre, hogy, hogy, hogy 21-e óta, mintha egy kicsit egészségesebb lenne azért. Sőt, egyre egészségesebb, hát, mert ajánlják is. Szörmentén eszembe jutott egy másik dolog, ha már egy mondod a cukrot, a másik ilyen dolog, a finomított liszt, ugye. Rengeteg alternatívája van, ami lényegesen egészségesebb, és azért is érdekes ez az egész, mert én az utóbbi napokban a kelleténél, vagy a kellemesebbnél kicsivel több időt töltöttem a nefinek és a kis barátainak a honlapjain, és egy csomó hivatalos dokumentációban abszolút komoly járványként és problémaként apostrofálják az elhízás például. Úgyhogy ö, foglalkoztatja őket ez a kérdés, de mégsem eléggé annyira, hogy például tegyenek a, a, az ilyen dolgok ellen. Na várjál, láttunk mi már karomvarjút majd, mikor cukrot veszel a trafikba. Vigyázz! <laughs> <laughs> és, és csak inomitot. 18 éven fölülieknek. Igen, Úr és majd ezeket a, ezeket a alacsony szénhidrát tartalmú nagyon drága mindenféle rbi liszteket, azokat meg majd lehet külön a trafikon kívül. Ah, bolondság. Na, tehát érted, ö, minden alfája és omegája a kurva elikvid, de az, hogy a cukor és a kátrány mennyi embert öl meg, na meg a finomított liszt, azzal, azzal hogy kurvára lájunk foglalkozni, azt elég csak elmondani az életmód magazinokba, hogy, hogy ne finomított cukrot, meg ne kristálycukrot, meg ne ilyen lisztet, meg vedd meg a 2000 forintos lisztet, mert az egészséges. Itt meg ezek leírták életszerűen, ennek, 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 ennek nem szabad benne lennie. Jövő május 20-tól. Egy évetek van. Pateroljátok ki a készletet, van időtök felkészülni. Erre. Kész. Igen, mert Anglia ilyen ország, ahol történnek ilyen kellemes meglepetések. Hasonló kellemes meglepetés volt például az a BBC dokumentumfilm, amit a múlt héten vetítettek az Egyesült Királyságba. Egy egyórás kis dokumentumfilm a BBC Horizon csatornájától, a címe pedig elektromos cigaretta, áldás vagy ármány, vagy csoda vagy ármány, miről or menész és megnéztem, és baromi jó kis dokumentumfilm. Rohadtul objektív, és rohadtul érdekes dolgokat szemezgetnek benne. Bátorkodtam betenni az eheti videó ajánló rovadba is. Magyar felirat és magyar szinkron, ilyesmi nincsen még hozzá természetesen. Én nagyon próbálok időt találni arra, hogy, hogy legalább feliratozzam a, a holnit, mert szerintem érdemes lenne megnézni mindenkinek. Mert tényleg baromi jó. Arról szól a dolog. Több szálon futnak az események a, a dokumentumfilmben, Vizsgálják egyrészt azt, hogy hatásos tud-e lenni a leszokás elősegítésére az elektromos cigaretta. Megvizsgálják azt is, hogy egy nem, soha nem dohányzott embernek mit okoz a, a szervezetével az elektromos cigaretta használat, és körbejárnak mindenféle tudósokat, megszólaltatnak a kérdésben, meg, meg intézeteket, meg egyebek látogatnak meg, sőt még egy dohánygyárat is meglátogatnak. A műsorgazda egyébként Michael Mosley, és soha életében nem dohányzott, és arra a négy hetes időtartamra, amíg a leszokás tesztelik négy felé választott csoportokban, 28 ember tesztelnek, hétfős csoportokat csinálnak, és arra a négy hétre, amíg az egyik csoportnak akaraterővel, a másiknak nikotinpótló cókmókokkal, a harmadiknak elektromos cigarettával, a negyediknek mi a fenével kell leszokni? Valahogy Jaj, most hirtelen nem ugrik be, minden esetre ez alatt, a négy hét alatt a műsorvezető elektromos cigarettázik, még ráadásul elő is írnak neki egy napi programot, hogy mennyit, mikor és hogyan elektromos cigarettázom, hogy szimulálja egy átlagos elektromos cigaretta használónak a fogyasztását. És a négy hét el, tehát természetesen mindenféle méréseket készítenek a, a, a paciensekről, illetve a leszoktatásra váró emberkékről, meg a műsorvezetőről is, és aztán ezeket összehasonlítják négy héttel később. És baromi érdekes, hogy az akaraterővel leszokók közül egyetlen egy embernek sikerül négy hét távlatából abbahagyni a dohányzást, az összes többi képtelen volt. A nikotinos, vagy a nikotinpótló terápiás társulatból, jaj, nem várjál, 24-en voltak és három csoport, ezért nem jött ki a szám. Igen, 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 háromszor nyolcas. És a, a nyolc emberkéből, aki nikotinportló terápiával próbálkozott, ott hétnek sikerült négy hét után abba a dohányzást, hogy mennyi időre, azt persze nem tudjuk, de minden esetre sikerült letenniük a bagót hetüknek, és érdekes módon, számunkra nem annyira meglepő módon, pontosan ugyanilyen arányt 8-ból hét embernek sikerült az elektromos cigarettával abba a dohányzást. Úgyhogy egyrészt nyilván négy hét rövid idő, de hogy alapvetően az kiderült, hogy még ilyen rövid távon sem marad el a leszokás terén nyújtott segítség viszonylatában az elektromos cigaretta a hagyományos leszoktató módszerektől. Másrészt, ami nagyon durva volt, hogy amikor összehasonlították az eredményeiket 4 hét után, alapvetően semmi különbség, nem, kim, nem, igazán kimutatható volt a különbség a nem dohányzók, a nikotinpótló készítményekkel leszokók és az elektromos cigarettával leszokók eredményei között. Az úriembert viszont, aki soha életében nem egy cigarettázott a műsorvezetőt, megmérték, és nála azt vették észre, hogy némi légzőszervi irritáció alakult ki nála, meg minthogyha enyhe gyulladásos tünetek jelei is mutatkoztak volna a, a tüdejében, de alapvetően komolyabb problémája nem lett váltottunk egy pár mondatot erről pont tegnap este Facebookon, hogy én, sírelmeztem, hogy azért nem tették hozzá, hogy igazából ezek a tünetek bármi miatt is lehetnének, tehát hogyha előző nap pont egy olyan ember mellett utazott a liftben, aki mellett nem kellett volna, akár az is okozhatta ezt, de aztán Blacky teljesen jogosan leoltott, hogy azért tényleg vegyük figyelembe, hogy egy teljesen szűz, tiszta tüdélyű embernek azért igencsak tényleg lórugása a gőz, és hát természetesen igaza is van, ezért is mondjuk, hogy hogy a dohányosoknak való az elektromos cigaretta. Hát és várján, még egy érdekes volt. Tegyük hozzá, bocsánat, hogy <coughs> ugyanilyen irritációt, sőt nagyobbat is okoz a cigaretta is. Tehát azt is érdemes lett volna mondjuk megnézni, hát, hogy igen. egy olyan embert, aki nem dohányzik, és mondjuk hát annyira nem tudom, ki lehet pervers, hogy cigarettát szívjon egy nem dohányosként egy mérés kedvéért, na de ott is lett volna biztos vagyok benne irritáció. Ő... Ö... Egyrészt igen, már még egy fontos dolog volt a filmben, amit elfelejtettem mondani, hogy ugye ennek a négy hetes elcigizős kísérlet nikotinosat szívott, direkt nikotinos euh, euh, likvidet szívott a, a műsorvezető, és az is kérdés volt, hogy hiányozni fog-e neki egyáltalán a nikotin euh, négy hét után, és abszolút -e semmi nikotinfüggőség nem alakult ki benne, abszolút egyik pillanatról a másikra le tudta tenni a, a dolgot. Úgyhogy ez is egy érdekes fejlemény. A másik meg, amit pont egy dohánygyár kutató laborjában nézegettek, és ilyen kísérletet én még nem láttam az ecg kapcsolatban, ott légzőszervi sejtenyészeteket lökettek telibe mezei levegővel, ecg gőzzel, illetve dohányfüsttel, és azt vizsgálták, hogy a sejtregeneráció a mikroszkópikus sérülések kapcsán, ami mindenkivel naponta megtörténik, hogy az érfalában a hajszárepedések történnek, amiket ugye a vérlemezkéknek onnantól kezdve kutya kötelességük eltömni, és a sejtek általában 24 óra alatt szépen normális esetben regenerálják ezeket a dolgokat. És ott elemezték a három mintát, hogy mi a fene történik a sejtekkel, amikor ez a kis hajszál repedés kialakul, és 24 órán belül a levegővel ö, ö, kezelt sejtkultúra minden zokszó nélkül begyógyította a sérülést. Ugyanezt történt az elektromos cigarettagőzével kapcsolatban, tehát így egymás alatt volt a két ö, ö, gyorsított felvétel, hogy mit csinálnak ott a sejtek, és így szemmel igazából megkülönböztethetetlen volt a, 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 a dolog. Ezzel szemben a cigarettafüsttel kezelt sejtkultúrában Elkezdtek elhalni a sejtek, nem záródott össze egyáltalán a sérülés, nem kezdett el a két oldal közelíteni egymáshoz, és 24 órával később is fönnállt a sérülés, tehát az a jelenség, hogy a, a, a dohányzás során sokkal-sokkal nehezebben gyógyulnak a szervezeten belül ezek a mikroszkópikus sérülések, az az elektromos cigarettázás esetén ezek szerint szintén nem áll fenn. Tehát akkor nem igaz, hogy elszívsz egy cigit, azt meggyógyulsz. Ez valószínűtlen. <laughs> Az csak 70 évtől fölfele Az van. csak 70 -től Az lehet törfele. egyébként, igen. <kül> Ezt nem hát, akkor már egy... Belen, belenéztem ebbe a filmbe, nekem, nekem, nagyon tetszett a hangulata, iszonyú profi munka, tehát azért azt lássuk be, hogy ECG témában nem szoktak ilyen profi uh, dokumentumfilmek születni, <kül> és uh, nagyon megfogott a hangulata, tehát Mindenki nézze meg. Ezt támasztja alá ez egyébként a... Ez a... a... Jo, bocsánat, mondja Csárli. ezt támasztja alá egyébként a másik cikk is, amire egy kicsit kikacsintanik, de sokkal több nincs benne, mint az a párszám. Tehát ott is megemlítették, csak ugye nem dedikáltan Angliát, hanem több európai országot és a számadatokat kidobták a, a közösség elé, hogy, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban már most 15,5 százalék, tehát minden hatodik ember használt már ilyen eszközt, két évvel ezelőtt ez 9 százalék volt, azért az nem kevés, az 9-ről majd 15,5 százalékra, nőtt, és ugye itt is megemlítik ebben a cikkben is, hogy, hogy az orvosok szerint is hatékony módszer a dohányzásról leszokásra, és megemlítik ugye ezt a receptre felírást is, mint lehetséges alternatívát, és emellett ugye aggodalmukat is fejezik ki direkt, és csak azok, Ö, embereket ö, figyelembe véve, akik csak kipróbálják ezt, mint mondjuk ö, nem dohányzók, hogy ö, tehát benne van az a, az a veszélyfaktor szerintük, hogy ö, valaki csak azért próbálja ki, mert ecigi, és, és ö, egyébként nem próbálnak ki a dohányzást, de, de én mindig azt mondom, hogy ez, ez olyan dolog, mint hogy az egytörnyőzés is veszélyes, aztán vagy kipróbálom, vagy nem, tehát most azért, mert ez e-cigaretta, azért nem, tehát a neve nem predestinálja arra, hogy nekem ki kelljen próbálni. A cigarettát se azért próbáltam ki, mert cigaretta. Az elektromos cigarettát se azért próbálja ki valaki, mert hú, igen, a 12 éves gyerek. Legó cigi. Na mindegy, azt még majd föl kell írnom valóban, meg fölrobbantam, mikor megláttam. Nem tudom, tudod-e, hogy miről beszélek az -e föl... Igen, igen, a... tudom, hogy miről Oké. Okay. A szakértők viszont egyet értenek abban, hogy az elektromos cigaretta sokkal biztonságosabb, mint a, a fogyasztási dohány, és ö, azt mondják, bocsánat, természetesen megemlítik a, a, a hosszú távú veszélyeket, ha nem ismerjük, és, ö, és mi van, ha frázist, amit... Ö, a jó demjén is, uh, ugye, említett a legutolsó, Nem vagy az utolsó negyőző. előtti agymenésében. <kül> <kül> uh, és itt megemlítődik uh, Filippos Filippidis, én először azt hittem, hogy ez egy vicc, de bocsánat, tényleg így hívják. A, a School of Public Health uh, vezető szerzője. És azt mondta, hogy ez a kutatás azt mutatja, hogy az e-cigaretta egyre népszerűbb ö, egész Európában. Ö, most már több, mint minden tizedik európai ö, kipróbálta ezt a, az eszközt, vagy ezeknek az eszközöknek valamelyikét. Hát azért az nem semmi egész Európára levetítve egy tized. Hát halleluja! Tudod, ez a. <kül> De hát mennyi fiatal kipróbálta, hát inkább ezt, mint az analógot, ugye? Ez az egyik ö, ö, hozzávetés. A másik, visszakanyarodnék oda, amit a, a Christian dokumentum filmről mondott. Tehát ha, és ez, ez erre hihetetlen jó példa. Tehát nem lehet rászokni a nikotinra elcigivel. Ugye? Sőmilyen. Mert hogy, a fi, mert hogy a filmből ez derült ki, hogy aki szívta egy hónapon keresztül, az nem szokott rá a nikotinra. Hát az, az másnap megette volna a fene, hogy előesse az elektromos cigarettát és, és szívfassa tovább. De nem ez történt. Hát azért én ezt így nem <kül> merném kijelenteni. De én meg, én meg biztos vagyok benne, Charlie, hogy ez így van. Hát volt ez ügyben kutatásos, nem emlékszem pontosan, hogy, 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 mi az az anyag, Blacky biztos, hogy tudná, mert ő köpi fejből ezeket a ö, hosszú benza, bígyú-bígyú, oxa, stb. kifejezéseket hogy konkrétan megvizsgálták, hogy a tiszta formában történő nikotinfogyasztás okoz-e olyan mértékű függőséget, mint a dohányfüsttel együtt történő nikotinfogyasztás, és arra lukatta ki, hogy igazából a, az igazi brutál addikcióját a, a füsttel együtt, mint hordozóközeggel fogyasztva fejti ki a, a, a nikotin, és önmagában abszolút szemernyivel nem problémásabb, mint mondjuk a koffein. Ez így, tehát Úgy, hogy igen. mondom, biztos vagyok benne, hogy hogy a kettő nem, nem ugyanaz. Tehát ez az összeadós hatás, meg, meg amiről beszélek mindig, hogy ha nem szívsz 24 óráig uh, cigarettát, és utána gyújtottál rá, hogy emlékszel, hogy milyen fejberugás volt az első pársluk. Ez itt nincs, tehát az a fajta uh, jutalmazási mechanizmus, ami a, a hagyományos dohányterméknél van, az itt elmarad. Úgyhogy sokkal hát igen, ezt is letenni, kőrbe jártuk. sokkal hogy... könnyebb abba hagyni az e-cigarettázást, mint a hagyományos cigarettát letenni egyik pillanatra a másikra. Azért ezt mi is tudjuk. Tehát mondjuk, hogyha jaj, nem jaj. viszed magaddal a munkahelyre az eszközöd. Na ezt akarom mondani, hogy a, a 20. kai események fényében, mert ugye Krisztián saját magát feljogosítja, de én nem húzogatom a macska bajszát. Ma háromszor mentem föl 12 óra alatt. Azt lehet akkor elosztani, hogy hogy az, az, az hány óra volt. Ennyi volt a, és az se volt ilyen 10-15 percnél több. Te szánalmas függő. Igen, Te. igen, igen, igen. Hát csökken a likvid fogyasztásod, Charlie. Behozom én azt hazafele. Be. <laughs> Tudod, így, az, az, a gáz egyébként, hogyha így valaki tud ilyen üldözéses jelenet, és akkor mondják, hogy melyik autó az, melyik az, melyik baz meg, a melyik füstől, azt nézed. <laughs> Na de, hogy az egész cikre pontot tegyek a végére, tulajdonképp az a, az a lényeg benne, véleményem szerint, hogy ugye pont, pont olyan ez a, ez az elcigivel való ismerkedés, meg, meg, terjedés, mint, mint egy hóember, amit elkezd az ember építeni, hogy, hogy, egy kis hógolyót elkezdesz görgetni, és aztán az egyre nagyobb lesz, egyre kevesebb idő alatt, és, és most már szerintem Angliában pláne túllendültek a kritikus tömegen, és, és nehéz lenne azt mondani nekik, amit itthon lenyomtak a torkunkon, mert akkor ott parasztlázadás lenne. Úgyhogy én abban reménykedem egyébként, hogy hogy itt is elérjük ugyanezt, ha nem úgy, mint ők, akkor kicsit máshogy, de ezt majd a megfelelő Ez helyen és időben. Remek átvezetés, Charlie, mert csak kettővel később fogok erről beszélni. De, de igazából egybefügg az a kettő, amit most így összeírtunk oda nekem, nagyjából egybefügg. És akkor próbálom az elején kezden. egy Abszolút egyetértek vele, szerintem itthon is átütöttük a, 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 kritikus tömeget, csak ugye a magyar ilyen türelmes nép, hogy nem annyira áll ki a ér, de nem szaladunk ennyire előre. Az egyik az az, hogy képzeljétek el, hogy megvilágosodtam múlt hét pénteken, de ti erről tudtok, meg talán a hallgatók zöme is, áldogáltam a hívmegállóban, be voltam egész péntek előtt, hogy úristen, tuti, hogy reflexből bele fogok szívni az aluljáróba, a rámugranak a közterületesek, is, az összes fogam helyett inkább a büntetéseket fogom ö, 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 csengetni jobbra-balra, és nem, nem bocsánat, így történt. Álltom bocsánat, bocsánat, most igen? eszembe jutott erről valami. Emlékszel, mikor bevezették az aluljáróban a dohányzási tilalmat? Igen, igen. Mert én emlékszem, tehát az, az nem ilyen paraszt mód történt, mint ahogy most, hanem ott, ott volt moratórium. Azt mondták, hogy, hogy csak figyelmeztetnek az elején, is. most meg ne szebb az, meg itt van. 20 ától te is meg leszel baszva, lisztes vasszal. Szóval ez, 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 ez dolog. van az elektromos cigarettával szemben. Sokkal inkább hímesebb tojásként kezelték a dohányzással kapcsolatos korlátozásokat nagyságrendekkel nagyobb fogyasztó közönség. Emlékezzetek vissza, hogyha Igaz. megvonták a cigarettátokat csak egy szálat, milyen mérgesek és idegesek voltatok. Na képzeld, hogyha azok az ideges emberek elkezdtek volna ordibálni. Itt meg, tudod, lerakja az ecigi, hogy kicsit puffog magába, és utána dolgozik tovább. Jaj, keveregnek a fejemben nagyon ezek a gondolatok próbálom nem nagyon sok kilométerre ereszteni a dolgot. Szóval áldogálok a hév megállóban, és kurvára mérges vagyok, hogy nekem ott kell állnom a, a dohányzásra kijelölt helyen, és tényleg az a tipikus hévmegállós szitu, hogy dugig a föld csikkekkel, és így nézel de mi az Istent keresek én, itt át nem igaz őrület. Nem, hallod, nem olyan megalázva érezted magad, hogy hol kell állnod? Az is benne volt, abszolút az is benne volt. Tehát ez, ez mint a de nekem mit se kéne lennem. <laughs> ez egy, 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 teljesen abszurd, megalázó, kellemetlen volt, és tényleg jöttek-mentek az emberek, is némelyik abszolút ilyen, ilyen kárőrvendően nézett, hogy ha a hülye is, na, most akkor megszopta ott van az a dohányosok között, ahova való. kurva rosszul éreztem magam. Teljesen érdemtelenül egyébként, mert hogy ez egy baromság az egész és jött egy bagós csaj, szíj, egy ilyen 20 éves csaj, és ott megállt mellettem, és szívta a cigijét. Na, ettől még mérgesebb lettem, faszom, hát itt már új elnézést ennyit a 18 pluszról, vagy 18 minuszról, hogy a, a, fenébe, hát most megint dohányfüstbe vagyok, pedig tökre nem kéne. És, és mérgelődtem, mérgelődtem, de igazából egy tök szép kis délutáni nap volt, és nem is ilyen dél környéke volt, sütött a nap, lágyan fújdogált a szellő, meg ilyenek, és néztem a csajszit, és, 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 rájöttem, hogy tökre nem kéne mérgesnek lennem rá. Ő dohányzik, szegény dohányfüggő. Én néhány évvel előrébb vagyok, én már magam mögött tudhatom ezt az egészet. Lehet, hogy szegény azért dohányzik, mert meghallgatta Demjént, vagy Szaniszló Horváth Ildikót, és elhitte azt a rengeteg hülyeséget, és megsajnáltam, és így pillanat alatt megvilágosodtam, hogy meg, én igazándiból tök jó helyen vagyok. Itt vannak a dohányosok, és ott vagyok én, és ameddig ed eddig véka alá próbálták rejteni ezt az egész dolgot, hogy az elektromos cigaretta nem segít, ne is tudjon róla senki, oh, ne is kérdezősködjön senki, az nem, az nem is létezik, oh, oh, úristen, ezzel semmi, és fogták magukat, és kiküldtek a dohányos emberek közé 200 ezer, tegyük fel, hogy 200 ezer elektromos cigaretta használót, akik ott sétafikálnak föl alá, és boldogan szívják a kis gőzüket, és élő tanúi annak, hogy az elektromos cigaretta már pedig működik, és ott vagyunk karnyújtásnyira azoktól az emberektől, akiknek ez az információ úgy kell, mint egy falat kenyér. És akkor így elömlött a mosoly a, a, a képemen, és tényleg az a, a nap hátra lévő részében, mint egy szélütött, úgy vigyorogtam kifele a fejemből, hogy ezzel szerintem nem számoltak ezek a nem túl zseniális előgondolkodók, hogy ennek van egy ilyen vonzata is, hogy most bizony sorstársakat csináltak belőlünk, és az a jelenség, ami egy picit jellemző volt azért az elektromos cigaretta közösség egy részére, hogy, hogy miután megszabadultak a bagótól, elkezdték az emberek lenézni a, a, a dohányosokat, hogy, hogy, így most, hogy megint egy, egy csónakban vagyunk, még hogyha átmenetileg is, így egy kicsit megint közös platformra helyeződtünk, és semmi utálnivaló nincsen a, 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 a dohányosokban, és a helyzetben van mit utálni, de hogy ragadjuk meg ezt a helyzetet, és, és szeressük fele barátainkat, és ha már ott vagyunk összezárva, ne adjuk meg azt az elégtételt a, a, a ludditáknak, hogy, hogy mindenki csak mérgelődik, és aztán csöndbe marad, hanem igenis osszuk az észt, és, és, és nyilván nem erőszakkal hittérítsünk, de hogy ha valaki kérdez, tájékoztassuk, mondjuk el neki, igen, kóstoltassunk, Jaj, kóstol. Én kóstol. Is kóstoltassunk, köszönöm. köszönöm, igen, igen, De, igen. Én igen. azt nem, nem, nem javaslom a kóstoltatást egyébként, mert a, a két percben egy, semmi nem fér bele, kettő, még a, tüdejét még a dohányosok ennek, is ö, csak ö, köhögnek, és akkor ez szar. Viszont én nagyon jó ö, dolognak tartom, hogyha az ember nem tudja és nem is jó, hanem két perc alatt, ő, gyere, sokkal jobb, mm, fejeld meg a felhőmet, szagold meg, milyen illata van, hanem, hanem, hogyha lennének, ö, lenne egy olyan papír, ka, mert csak ka, olyan pici lenne, ami elfér a zsebben, az egyik oldalon <coughs> ezek a tipikus ö, elbaszott demiéni frázisok, ö, áthúzva, ezért nem igaz, áthúzva, ezért nem igaz, áthúzva, ezért nem igaz, a másik oldalon pedig egy ilyen egyszerű infografikaszerű dolgot, tudod, egymás mellé rakva, Elcigi-Cigi. -cigi. Mennyivel jobb ez, mennyivel rosszabb az, mennyivel jobb ez, mennyivel rosszabb az, tudod, tehát nem kell őt meg, tehát... Jaj, jaj, jaj. Nem... Ö, hogy mondjam? Nem azt kell neki mondani, hogy itt van ez sokkal jobb, hanem ez lehet, hogy jobb, lehet, hogy neked is jobb, itt van egy Cetli, és már ha csak Elgon, tehát saját maga rájön arra, vagy a kételkedés csírája csak elkezd benne szárba szökkenni, az meg. tegyük le, elmegyek írni. Szóval utána, utána ő saját maga fogja megkattintani azt a weboldalt, ami a kiskártya alján van. És ott nyílik meg nekünk a kapu. Hát igen, ez tényleg egy kétélű fegyver, és hogyha ügyesen élünk vele, akkor, akkor igencsak a lúditák ellen fordíthatjuk ezt az egész kényszerű szóval, hogy, kellemetlen hogy, szituációt. Mi jutott így eszembe, miközben hallgattalak benneteket, két dolog. Az egyik az ilyen tök prompt a részemről, hogy, hogy lehet, hogy kéne ilyen kis kézi tartókat farigcsálnunk. Az egyik oldal a fekete, a másik fehér fekete oldalán van egy cigaretta, fehérre alá egy fölirat, lehet, hogy meghalsz. A másik oldalán egy ércigi, vagy nem. <laughs> Tehát, hogy ilyen kurva Ez egyszerű, van. de nagyon ütős üzenetekkel lehetne fölhívni a figyelmet erre az egészre. Mellesleg Krisztián uh, megvilágosodásának uh, abszolút fültanúja voltam, mert szerintem egy órával utána beszéltünk, ahogy, ahogy megvilágosodott. Ahogy leszálltam uh, az utolsó BKV járművemről hívtam. Igen, meg. igen, igen. Mert, hogy, mert hogy amikor a trafikba került az ECG, akkor meg én világosodtam meg, mert, mert hogy akkor meg azt mondtam, hogy hát a basszus ilyen közel még soha nem került a dohányos magához az eszközhöz, hogyha bemegy cigarettaért a trafikba, ott lesz az e-cigaretta. Mondjuk azért ja, ja. marhasokan marha sokan megóroltak rám, de, de, de a pozitív részét kell látni ennek a dolognak, hogy bizony ezekkel az intézkedésekkel közelebb hozták a dohányost, és az elcigarettást, ez azzal fog járni, hogy az információ és a, és a példa és a, a, az, el, az eszköz elérhetősége, ugye ami nekünk eddig a legnagyobb problémánk volt, hogy saját magunk húztunk falat a dohányosok és magunk közé, az most egyik pillanatról a másikra így puf, leomlott. Tehát uh, én, én bízom benne egyébként, hogy az igazi. Uh, sikert még, még, kovácsolják is egy picit, mondjuk nyilván lesznek majd olyan intézkedések, amik ennek gátat de most ebben a fél évben szerintem óriásit fog nőni a, az elcigarettázó emberek száma. Én, én, ezt, ezt látom. A következő kormányrendelet tudjátok, miről fog szólni. Ne. <laughs> nem a lehet. A Nem, nem. Helyeken a tilos az agitálás. Igen, dohányzások kijelölt helyeken a dohányosok és az elektromos cigaretta használó keveredése szigorúan tilos. Igen, a hév elején az elektromos cigarettások, a hév végén a cigarettások szívhatják csak. A, a történelem egyszer-kétszer már ilyen intézkedéseket fölmutatott, hasonlóakat, egyiknek se lett jó vége. Elektromos Jaj. cigarettázni, csak az elektromos cigarettázások kijelölt helyen lehet. És... Magyarország elektromos cigarettázása kijelölt helye, az így a, az alföldön egy ilyen rezervátum, közel és távol vagy, semmi. Vagy, vagy a, a, a Hév megállónál az első két négyzetméter, és le lenne szigetelve oldalról, alulról minden, hogy egy feledék kalitkába kéne beállnod, hogy még csak a, a, az energetizálásod se jusson ki onnan, hogy ez mennyivel jobb. Kötelező magaddal minden a hatósági pecsétel ellátott fekete szemetes zsákot, és magadra húzni, miközben lehet Ne, ne, ne ne, 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 hal... ne, ne. hallod? A barna papír zacskó, és abból kell most... Abba van. Mi van benne? Elektromos cigi. Na jó, jó, de milyen? Nem veszem elő, meglátja a rendőr, hú, megba. <coughs> nem nem beszélhetek róla. De, de az, ugye, az milyen lenne, hogy a kifújt gőzt befújod a nejlon zacskóba, és amikor végeztél, tudod, akkor a kicsapódott likvidet újra vissza döntöd a, a likvides <coughs> üvegbe. Azt hittem, egész más mondasz, mert erre Amerikában van technika, technológia, és ott vaporizátorokból, meg ilyen zsákokat, meg levegővel, meg más dolgokkal, ami egyébként nem barna, hanem zöld, és nem dohány, hanem, hanem hasis, has de hogy hasis hülye vagyok, fű, ö, töltenek meg. Tehát vannak erre az meg készülékek, hogy mint akkorát töltesz meg, bazmeg, meg, mint a, a skódudásnak kétszer a kecskebőr a hóna alatt, meg, és így így megtölti, csomót köt rá, meg, és így, 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 közlekedik vele. Hát mondom, ezt ha nem látom, nem hiszem el. Ez mi a fasz? Ez egy ilyen instant baz meg, mész, kinyitod, szívsz belőle, az jó van. Hát mondom, ez zseniál. Na mindegy, menjünk tovább, mert tényleg nagyon-nagyon szorít minket az idő. Jó, próbálom pörgetni. A másik is egy kicsit ezzel kapcsolatos, ezen meg ma gondolkoztam el, hogy múlt hét péntek óta én mindenhol olyan vagyok, mint a hatodik érzékbe a kisgyerek, csak nem halottakat, hanem egycégiseket látok mindenhol. De rúf fel vége. tehát én így ennyivel nem találkoztam. Azt, azokat és, én is egyébként. És, és nem azért, mert egycegi találkozókra járok péntek óta, hanem tényleg megyek az utcád és, 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 és emberekkel találkozom, és akármerre nézek, ott egy egycig is. És elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy már mi is túlléptük ezt a kritikus tömeget, csak még nem vettük észre. Úgyhogy gyorsan elszaladtam a hiteles információ forrásához, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet honlapjára, hogy nézzem a számokat. És ugye le vagyunk maradva rettenetesen, 2013-asok az utolsó kidolgozott adatok, és 2012-es az a, 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 az információ, amit mi használni szoktunk, ez a 150-200 ezer cigarettást illetően, és kiderült, hogy 2013-ra igazából már a felnőtt lakosság 4%-a elektromos cigarettázott a, a, az Egészségfejlesztési Intézet szerint, ami azt jelenti, hogy 2013-ban 320 ezer olyan felnőtt volt Magyarországon, aki már elektromos cigarettázott valamilyen gyakorisággal. És ha nézzük azt, hogy a Bocsánat, határokon túl milyen... ez az igen? a mennyiség, amit ők azt mondják, hogy kimutathatatlan? Várjál, nem sokára rátérek erre, és ezt tartogass még egy picit. De egyébként igen, az a 4 a lassan három évvel ezelőtti 4 ami kimutathatatlan, és hogyha feltételezzük, hogy az elmúlt két és fél évben nem állt meg a terjedése, már pedig látjuk a külföldi példákat, hogy nem, nem állt meg, általában megkétszereződik, akkor ha a számolunk, akkor mostanra a felnőtt lakosság 16 a kellene, hogy elektromos cigarettázzon. Ez nekem egy kicsit túlzásnak tűnik, de ha csak azt vesszük, hogy évente 2%-kal nő, akkor is 8% környékén járunk, ami 640 ezer felnőtt. És nem tudom, mert ugye tényleg a nefi annyira elképesztően lassan adagolja ki ezeket a számokat mondjuk a CDC-hez képest, pont de beszélgettünk délután erről Kingával, hogy ennek vajon mi az oka, mert az adatokat biztos, hogy ott vannak. Hogy ennyi ideig tart gondolkozni rajtuk, hogy hogyan magyarázzák meg ezeket a számokat, vagy hogy ilyen előgondolkodjanak, hogy hogyan csúsztassák úgy a tényeket, hogy mégse úgy tűnjön, mintha vagy valami, nem tudom. Minden esetre késnek ezek a számok. De hogy, hogy ezzel egybevág az, hogy mindenhol egyszerűségeket látok. Krisztián? már lehet, hogy a kritikus tömeget már elértük. Kontextusba hm? helyezzem azt a számot, amit mondtál. Na. A Népstadion, mikor uh, aranykorában, azt hiszem, hogy a felső karéjal megnyitva 40 ezer fő volt. A 15-ször tudnánk megtölteni vele. Micsoda vépfest! Micsoda vépfest! Az kemény lenne. Hát az... Az, az egész nem kerület tudom, gőzben úszna. Hát igen, ha a két milliónak vesszük Budapest lakosságát, akkor, akkor, na, már azzal össze tudod mérni, és egyébként bocsánat, hogy én is kicsapongok, de valamelyik csoportban olvastam olyan, hát én csak butuska posztnak nevezném, és nagyon finom voltam, <coughs> hogy ö, azt mondták, hogy olyan dolgokat ö, favorizálnak, meg reklámoznak, meg visznek be a boltokba, ami, ami nem a mai kor színvonalának megfelelő. Őskövület. Na, értitek? Őskövület. Mm. És én erre azt kell, hogy mondjam, hogy nincs a poszt írónak igaza. Mert az egy dolog, hogy ő, az XYZ, Jóska, Pista, Marci, ö, Szív, ö, jobbik esetben mondjuk ö, eredeti kazánt, készülékestől mondjuk 150 ezer forintért, de nem azzal a készülékkel fog a tömeg leszokni, hanem bemegy és megveszi azokat az egókat, amit megvesz mondjuk egy készletet 5000 ért azt kell favorizálni. Nem a felhő baszókkal kell tömeget magunk mellé vonzani. Mert én is voltam úgy egyébként, hogy mentem a fogor... Hát hova megyek, ha városban a fogorvoshoz? Hát csak oda megyek, bassza meg. És ablak lehúzva, jó idő van, piros lámpa, sluk, telítődőre, kifújom, ez az, hogy nézelődök, tudod, a tükör, meg jobbra-balra lámpa, és azt látom csak, hogy mögöttem, hogyha egy mutogat a pasiával, egy hangos, hát nem hangos, a teli torokból látom, hogy röhögnek, és így mutogat előre. Ha mondom, ez kell neked, megint beleszívok, kifújom az ablakot, és a pasi rendesen verte a kormányt, úgy őzétek, röhögtek, jó, de jó, de ez kurva, Na, de nem ez, tehát ez a fun faktor, és ezzel maximum röhög az ember egy út, hogy oda néz mekkora felhő, mit fúj ki. Ö, és amit tegnap te is mondtál, mikor beszálltál a kocsiba, hogy múltkor láttatok Kingával egy ilyen transportert, Jajaj. hogy oda hogy cigizik benne, de hát a cigiből nem lehet ekkorát fújni. Szóval nem ezzel fogja az ember megfogni a tömeget, építeni a kritikus tömeget, hanem igenis azokkal a... Amit mondtam neked, Fifika, hogy a barátomnak a kolléganője igenis, és ő rendszeresen bizony a cigaretta formát használja, és most, most ö, be van tojva, hogy honnan szerez ő, mert azelőtt valahonnan ö, valami, fú, nem tudom már megmondani a boltnak a nevét, ben van a hatodik vagy hetedik kerületben, ahol először lehetett ilyeneket kapni, de valami borzasztó arra, is azt hiszem 12 ezerért vettem. És hogy most honnan fog olyat szerezni? Neki az jó. És csak a szívja egyébként, zárójel bezárva. Ilyenekkel. Hát, cigaretta Cigarettaforma. is. Fifika is itt néhány hónappal ezelőtt, amikor mondta, hogy most kifejezetten a cigaretta formájút használja, Ézle. és elért arra a szintre, hogy működőképes. Meg amit te is mondasz, Sárli, hát azért ismerünk nem egy elcigist, aki a mai napig egós készülékeket használ, és hogyha neki az elég, és nagyon sokaknak elég, akkor mégis mi lenne a probléma ezekkel a készülékekkel? Azért, azért... Nem is az, hogy mi lenne a probléma, hanem, hanem ö, elég nehéz úgy eladni valakinek valamit, hogy nagyon jó dolog ez az ecigi, ezt ő is aláírná, és akkor mikor megkérdezi, hogy és mennyibe kerül az a cucc, ami a kezedbe van? ha ki nem mond, hogy mennyibe kerül, mert abban a pillanatban végig számolja, jó, ez 40 havi cigaretta. soha, igen. Hanem, Sárti. hanem ez nem olyan, mert ez, ez mindegy, sokat szívok, de van olyan szett, amit 4-5 ezer forintért is megvehetsz, tökéletesen használható egy-két doboz cigi, bőven megteszi annak ö, kompenzálására. És ezekkel lehet eladni. Tehát, hát és nem tömeget, mindenki akkor egy a zsebében mászkálni. Tömeget, egy kormi. Kormi. Igen, igen. tömeget hát, úgy lehet kiszolgálni, hogy egyrészt gondozásmentes készülék, tehát ez kurva fontos, két hetente kicseréli a patront, azt hello. Neki több dolga nincsen vele, betölti, kész. Tehát azért gondoljuk végig, hogy dohányosokról beszélünk, a cigarettánál egyszerűbb készüléket még azért nem találtak fő. Meggyújtja és szívjel várja, 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 Jó. Azért, azért álljunk <coughs> meg egy kapavágásra. A, ezek a ego méretű, mi ja, mert azt is mondta, hogy ezek a változtatható feszültségek nem kell az meg egy kezdőnek ö, elvarázsolni, hogy akár 280 millió watton is tudnék 17 amperre szívni csak kéne hozzá egy paks, meg a paks kettő most épül, na, úgy már jó lesz ez a cigi, úgy már jó fog izzítani. Itt van nálam a mini volt. Most vettem ki a kocsiból négy nap után, mert az, az pont arra, hogy kiugrok, bemegyek valahova, közben az a 200 méter zsebemre rakom, még a farzsebembe sem érzem. Tehát maximum ilyenekkel győzöm meg az embereket, vagy mutatom meg, de az, hogy neki egy, egy akkorát, ami a markában nem fér, egy csajt nem fogsz vele megfogni. Tehát nem, nem, nem. A, a, amire meg, um, ki akartam térni, Fifika mondtad, hogy a ciginél egyszerűbb nincs. Ez egy picit bonyolultabb, csak mondjuk egy, ö, ö, térjünk vissza a helixre, meg ezekre az egókra. Mert ott tényleg csak annyi van, hogy letekerni, megtanulni, meg beletölteni a folyadékot. De viszont nem kell öngyújtó. Tehát ezt is lehet neki mondani, hogy figyelj már, ezzel el vagy akkor így? Nem kell öngyújtót, meg cigit magad a hurcibálnod, meg még a zsebedbe nem fog a dohány kiszóródni, meg a tököm tudja micsoda. Egyszerű készülék, a bárki azt hiszi, hogy az a normális, amit ő csinál, hogyha egy egónál nagyobb a szív, akkor én segítek nektek, és ö, mindig azt hiszitek, hogy a pofám nagy. De igen, egyrészt igen, de kettő, tapasztalati úton nagy, a másik pedig, hogy ne magunkat tekintsük mérvadónak sose, hanem mondanám, hogy kérdezzetek meg egy kereskedőt, hogy miből fogyott a legtöbb, aztán majd ő megmondja. Mert Angliában nem ezekből a basszom készülékekből fogy, hanem igenis az egókból, meg ezekből az egó típusú fazonú készülékekből. Mert ez az egyszerű, ezt a Ah, nem akarok senkit megsérteni, de ezt bárki megérti, és ö, na mi van, hogyha leesik a földre, akkor és tönkre megy, kidobod, és veszel egy újat. Tehát ezt, ezt ilyen szempontból egyszerűbb befogadtatni velük, mint új. Most képzeld el azt mondani, hogy nek ez egészségesebb, ö, még ebben is kételkedik, de de hát a, mondjuk a, ennek a készüléknek az ára a te kéthavi cigaretta, na azt fogja mondani, jó, hagyjuk a francba az egészet, szívom a cigit míg egy, egy, egy ilyen egyszerűbb készletnél, hát ez kijön neked mondjuk 6 doboz cigid árába, az mondjuk neki egy heti cigije. Hú, és már elkezd járni az agya. Ilyenekkel Tehát, kell. Hogy a, hogy a, a, a mainstreamek is megértsék, az ne vegyen iPhone-t, aki két havonta a WC-be dobja a telefonját. Nem, az vegyen Samsungot. <laughs> hát vagy Sony-t, amivel búvárkodni is lehet. <kül> vagy nem. Eszembe jutott kulabá. Kulabá. Na, szóval, tehát, tehát nem az, hogy hogy, amíg a találkozón látunk, hogy mindenki ö, akkora gőzt fúj, hogy a, a szomszédja meg még három ember eltűnik benne, mert ö, nem ez a, ez a nagy átlag. Tehát akiket én látok az utcán, azok bizony ezekkel a. Ö, csak azt látom, hogy valamit emel a szájához, visszarakja, és és nem fehér, mint a cigi, és akkor kezdem el nézni, hogy ó, ennek is egy cigia van. Tudjátok, hogy mi lesz még ennek a, ennek a trafik történetnek a hozadéka, Krisztián, ez most jutott eszembe. Na. Hogy, hogy lesz némi ö, ö, képünk a piaci forgalomról. Hát eddig is volt, csak Jó. nem feltétlenül nem, nem, fette, nem Charlie, fette le a Charlie. valóságot. Semmilyen, tehát semmilyen statisztika, semmilyen adat nem volt arról, hogy mennyi elektromos cigi, mennyi utántöltő folyadék fogy az országban. Ezt, ez hát most ezt azért... Lesz, ugye lejelenteni egyrészt. Én foglalkoztam, engem foglalkoztat most ez a kérdés, csak egy kicsit előre szaladtad a témában. Mert hogy annyira fölpiszkálta a fantáziámat ez, hogy mennyien lehetünk valójában, hogyha nem állt meg 2013-ban az elektromos cigaretta terjedése, már pedig valószínűleg nem. És elkezdtem körbekérdezgetni a, a, a forgalmazókat, hogy az elmúlt négy évben hogyan alakult éves szinten a, a forgalmuk és az árbevételük, és így csordogálnak visszafelé adatok. És nyilvánvalóan egy pénzügyi forgalomból és árbevételből a használók számára egyértelműen következtetni nem lehet. De azért az a néhány szám, ami eddig visszajött, az, az nem azt sugalja, hogy stagnált és megállt az elektromos cigaretta terjedése az országban. Úgyhogy, jó, ja, hát nyilván, onnantól kezdve, hogy jelenteni kell minden egyes eladott készüléket a, a, a TPD értelmében a megfelelő hatóságnak, innentől kezdve abszolút. Tökéletesen precíz képünk lesz arról, hogy a legális nem feket a forgalomban, milyen, milyen eszköz és likvid fogyás van. Ugorjunk, fiúk, mert már tényleg csak 15 percen van. Jaj, nagyon gyors leszek, akkor egyébként Ö, elkezdtem ezt pedzegetni, de kérdezted az előbb ezt a 4%-ot, hogy ez lenne az a jelentéktelen 4%, és még hogyha nem is nőtt, ha csak 4% és 320.000 ember, 320 ezer ember, aki próbál egyáltalán nem vagy kevesebbet dohányozni, az Ildikó szerint ez a ez az a jelentéktelen hányada a lakosságnak, amire igazándiból egy gondolatot sem érdemes pazarolni, mert teljesen elszigetelt dolog. És ennek a kapcsán gyorsan közbeszúrnék még valamit, hogy mennyire érdekes. Nézegettem most a, ugye hangoztatja Demién mindenhol, ahol tudja, hogy 4% a fiataloknak így, úgy, amúgy, és, és a többi, és a többi. Elkezdtem ízekre szedni azt a nefi felmérést, úgyhogy készül ebből egy, egy komoly cikk, ami rendesen gólcső alá veszi, és így nem összemossa a számokat, hogy akkor most mennyi is az az annyi valójában. De... Ö... Négy, valóban 4 a, a fiatalkorúaknak az, aki már valamilyen szinten egy adott időpillanatban az előző 30 napra vetítve használt elektromos cigarettát. Az, amit a Demién mond a számok alapján, hogy 4 olyan, aki korábban nem dohányzott, ez egy szemenszedett hazugság, abszolút nem ezt mutatják a számok, továbbra is fél százalék alatt van azoknak a száma, akik rendszeres elektromos cigaretta használók, és előtte hozzásanyúltak dohánytermékekhez, de nem is az a lényeg, a lényeg az az, hogy a, a fiatal a fiatalkorúak és a felnőtt lakosság arányában nagyjából megegyeznek. 30 dohányzik itt is, ott is, és 4 használ, vagy használt, vagy nyúlt már elektromos cigarettához itt is, vagy ott is. És barom érdekes, nekem ez bassza a csőrömet rettenetesen, hogy amíg a felnőtt dohányzó lakosság tekintetében egy jelentéktelen elhanyagolható semmi kis szám a 4 addig a fiatalkorúak 4 át a világ végének apostrofálják, hogy itt úristen, mekkora járvány, potinfüggési járvány és új generációk, ugyanarról a 4%-os arányról beszélünk. És hogyha megnézzük azt, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint is sokkal nagyobb jelentősége van a dohányzás visszaszorítása és az egészségmutatók javítása szempontjából a már dohányzók leszoktatásának, vagy az általuk fogyasztott dohánytermékek mennyiségének csökkentésének, mint a megelőzésnek, Sokkal-sokkal hatékonyabb a visszaszorítására a leszoktatás, mint a megelőzés, akkor megint csak adódik a kérdés, hogy miért is katasztrofális brutálisan sok a 4 a megelőzés kérdése tekintetében, és miért elhanyagolható a 4 a leszoktatás kérdésében. Tehát itt sehogy sem állnak össze ezek a számok. De majd jó kiveszésézem az összes számot, és szerintem a jövő heti adásban majd pöröghetünk rajta egy kört, mert előre is egészen még nem értem a végére, de nagyon érdekesnek tűnik. Igen. <kül> Na mindegy, én úgy veszem észre, és akkor gyorsan lezárom a gőzlér blogos részt, hogy részt. Elkapott, el, elkapott a... Hát azért merem ezt mondani, mert nem is a dolgok a dolgokban, hanem Krisztiánt körülbelül ö, igen, öt napja elkapta a Gépszi, és volt, hogy napi három-négy kontentet tolt ki a blogra. Én azt kérem mindenkitől, hogyha, nem hogyha, ö, majd valahogy, ha nem most, mert most nagyon el vagyunk havazva, de a következő ö, adáshoz én ö, fogok írni egy szamárvezetőt, hogy hogy lehet a ketrecbe, a blogketrecbe tartalmat delegálni. Tehát ajánlani magyarul. Ö, egyébként ez is érdekes, Krisztián, hogyha kitennéd a reklám... Ö, felület engedélyezés, nem tudom, hogy van-e engedélyezve a reklám? Van, mert másképp nem lehet kinyitóra, hogy ne. Igen, igen, igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy nem kerül másképp ki, ez guztustalan húzás egyébként. Nem részedről, részükről. Szóval összeírunk majd egy szamárvezetőt, és akkor, hogyha szeretik, hogyha sok kép van benne, meg szöveg. szöveg az van, hát képet most mit rakjunk bele. Uh, maximum, ha hármunkról beraknak egy képet, a gyerekek elszaladnának az óvodából is de de hogy nyomkodjátok majd arra, hogy ajánljátok, 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 és hogyha nem egy-két ember ajánlja a saját blogját, hanem bejön mondjuk 30-40 egy adott bejegyzésre, ami friss, időszerű, aktuál téma, akkor bizony azt ö, szívesebben előveszik, és rakják ki, rakják magasabbra, tartják ott hosszabb ideig. És ö, a számokat csak nagy vonalakban, de megemlíthetnéd Krisztián, hogy gratuláljunk azért a, a blogketrechez. Ö, igen, pont eszembe jutott, hogy meg fogsz folytani, de ez most megint szóra érdemes dolog. Tehát a kis pénteki összenetemet az újra dohányzom kapcsán, és hogy ne utáljuk, hanem segítsük a, a, a dohányosokat a dohányzó helyeken, ö, beajánlottam a, a, az index blokketrezbe, és átvették, és kim volt egész hétvégén és a, a, népszerű bírások azok általában néhány hét alatt elérnek egy 2000-es olvasottságot, tehát nyilvánvalóan ezek mi vagyunk, és a, a az elcigisek, akik szeretnek tájékozódni, megolvasgatni, ez a 2000 körüli ember. Így viszont, hogy kim volt az index nyitólapon, teljesen eldurvult volt, hogy egyszerre akár százan is olvasták, és mire vasárnap lekerült, az alatt a két és fél napos, vagy kb. két napos intervallum alatt 12 ezer egyedi olvasó olvasta el azt a cikket, tehát tízezerrel több, mint amennyi általában, felteszem, ezek nem mindegyik elektromos cigarettás volt, Átlagosan 5 percet töltöttek el a, a, a cikk nézegetésével, úgyhogy nem is az volt, hogy ránéztek és becsukták, hanem elolvasták. És ráadásul az összes többi cikknek is megindult a számlálója, mert egy csomóan voltak, akik ott nézegették. Ja, még ilyen cikk is van, és elkezdték olvasgatni. És egészen nézegettem a, 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 az Analytics-ben, egészen régebbi posztokig is visszamentek, úgyhogy ez egy baromi jó kis boost volt a témában. Krisztián sok hülyeséget beszélt, és ez saját magát szakította meg. Itt vagy, Fifika? Itt vagyok. <laughs> hát ez, Itt be... vagyok, de visszajön csak, hát visszajön csak, elfelejti. Mit mondod? Hát csak azon gondolkoztam, hogy az index, aki gyakorlatilag telibe szart mindent, érted, ami elcigarettával cigarettával kapcsolatos dolog volt, az meg ezzel az egy. És szerintem ott igazából a Krisztiánnak a a címadása volt az, ami miatt betették. De, de jó. Végre valami pozitív dolgot is össze tudtak hozni. Még talán úgy is, hogyha nem akarták. Na vajon visszajön-e Krisztián? Megpróbálom mindjárt hozzáadni. Vagy küldjünk neki egy bocsi köszi likvidet. De mindegy, mert lassan tényleg elérjük a, a mára adott adásidőt. Akkor a, a, a blog elemzést neki, az analitikát azt jövő héten azért még visszavesszük. És ez, ez, ezek már csak ilyen szabadszavas észrevételek, amik, amikkel szembe találkoztam a, a héten. És most várjál, hív Krisztián Mobilon, ez annyira 20. századi. Halló! Hello Charlie, elment az internetom. Ó, oh, shit. Jó, figyelj, akkor, euh, akkor köszönj most ide tartom a mikrofont a telefonhoz, köszönj a hallgatóktól, és akkor fifikával mi is bezárjuk nem sokára a ketrecet, és kitárgyaljuk Jaj. jövő héten. Jó, csak szörnyen sajnálom, köszönjük szépen a UPC-nek, hogy elment az internet. Köszi, sziasztok! <sítható> Szia, Mújó! jó, Hello. Hát ez zsír. Hát tehát... elment az. Vé, hallod? És elmondhatod, hogy gyerekek nem nekem ment el az internetem, hanem mújónak. <laughs> <laughs> szóval, akkor ezt meghagyjuk neki, ami. ami nekem. és a szerencsém mosdatást is. És, jó. A, a, azt... Ami nekem. Uh... Igen, Na. igen, eszembe jutott hogy jött egy ilyen kérdés, kérés, hogy gyűjtsük össze, hogy ki, milyen nagyker, hova árul, mit árul, ö, hol árul. Ez, ez, nem a mi dolgunk. Mi, mi, van? Mi van? Ja, ja hát hogy, hogy össze kéne gyűjteni, hogy melyik nagyker, melyik kereskedésbe szállít, vagy hogy kiment ki mondjuk Szlovákiába, meg kiment ki, ment ki? mit tudom is, én Ausztriába, Romániába, Horvátországba, tök mindegy melyik országot említem, tehát nem, lehet, sajnos. Senkit nem akarunk kiemelni, senki helyet nem akarunk dolgozni, reklámozni nem lehet. Aztán végképp, így van. Úgyhogy... Szeretnék tényleg csak egy pár szót így szólni erről a az egész dologról. Egyrészt én úgy tudom, hogy a, a, azt, hogy ugye az is benne volt ebbe a kérdésben, hogy, hogy nem csak az, hogy ki hova ment ki, hanem hogy itthon mit hol lehet, melyik trafikba meg meg hol lehet kapni. Tehát kvázi majd én járjam vég az összes trafikot, meg te, meg a műjó és akkor írjuk össze, hogy itt ez van, ott, az van, ott, amaz van, itt nem ez van. Ezt nem kell megcsinálnunk egyébként, mert előbb-utóbb szerintem egy-két hónap, és beintegrálják, van egy, én nem tudtam, van egy trafikos Androidos alkalmazás. Ahol, igen, megtud, a, ahol a trafikokra tudsz keresni, ugye? Meg igen, és ö, ha má, azt nem fogod megtudni belőle, hogy kinek a készülékét, meg kinek a likvidjeit árulják, de azt megtudhatod, hogy a közeledben hol van olyan trafik, ahol egy cigarettával foglalkoznak. Ö, mert hogy a trafikok megjeleníthetik egyébként még a portál feleten is azt, hogy egy cigarettát árulnak. Úgyhogy ezt. Ez a része így kilőve, a többit meg majd mindenki kibányásza magának, ameddig lehet, vagy ameddig meri. Tehát ez, azt hiszem, ez a két, két lehetőség van. A másik az az, az volna, hogy hogy, hogy hogy mi változott mert hogy ö, számon tartok egy pár külföldi webshopot is, Amerikában is, ott is tolják ö, ezerrel a, a shopok -ok magukat, ettől függetlenül, mindentől függetlenül, bár ö, azt látom, hogy ők jobban tolják a, a most pedig küldel annak, hogy ö, ilyen törvény tervezetre, hogy és valaki belekattant az adásunkba, hogy most zárta be az ajtaját. Jó hely, mújó! Hogy? Hogy? Itt van a pulikutya. hogy? Ö, szóval, hogy hogyan tovább? Mert hogy én azt látom, és ez, ez ad abszurdum, ad abszurdum, hogy látok webshopokat tovább. Visszatértem! Hello! Látok webshopokat Magyarországon, nem Amerikában, mindenhol tovább működni. Látom, hogy bevásárló központokban ugyanúgy árulják a nikotinos likvidet, a nikotinmentes likvidet, a készüléket, hogy a trafik mellett ugyanúgy árulják a saját webshopjukban a mit tudom is én, milyen likvidet, készüléket, tehát ez csak addig ilyen vígak, amíg tényleg valakit meg nem csesznek a, az ellenőrző hatóságok. Azt hiszem, hogy a, a legelső ilyen, ilyen sötét jövőképet fölfestő podcast adásunkban mondtam azt, hogy mit fogunk csinálni, jogkövető magatartás. Tehát én tényleg nem, nem tudok mást ajánlani senkinek, boltosoknak, ö, ö, vásárlóknak, hogy, hogy nem, nem tud mit csinálni. Tehát most ez a. De hogy nem szituáció, látod, tud csinálja. Hát tud, addig, addig, amíg... addig, figyelj, a Korsó, meg addig, a amíg, amíg ö, meg nem basszák értem, már, hogyha kigondoltam, kimondom, <coughs> Csak, csak akkor, csak akkor, tényleg mindenkit arra kérek, hogy ne ez legyen már a köss tárgya. Érted, hogy, hogy ne, be, nem tartja be a jogszabályt, megbüntetik, és utána meg megy a nemzeti sikítozás, hogy ja, Isten nem szegénykém, hát ízé, hát, hát ő volt az, aki még, még az utolsó vára volt, a nem tudom én minek. Mindenki tudta, hogy 20-án vége van a, a bulinak. Egy-kettő, azt se tartom egyébként fassa sőt, tudod, ez a. Ez a, lehet, hogy, hogy, hogy is van, lehet, hogy törvényes, de nem etikus, de még ez sem az, hogy valaki beviszi a, a trafikba is a, a cuccát, árulja, mit tudom én, a pontkon végződésű weboldalán, és pont Magyarországról fogja feladni póster. Ez se fog menni. Tehát ezek, ezek olyan, olyan üzleti, nem tudom én, magatartások, amik nem felelnek meg semmilyen. Ö, a mostani tudom. törvényi szabályozásnak. Igen, annak se az de szerintem fele... üzletileg se etikus mellesleg. Hát, a... Jó, de azt most tegyük parkolópályára. Ja, hát hol van már itt hát ez az etika, igen. Ez... <laughs> Onnan kezdve ez, ez nyilvános fekete kereskedelem. Hogy... Igen. E... igen. És és ugye tegyük hozzá, hogy majd képzeljétek majd, mikor bejön a nikotinos likvidért a gyógyszerhamisításos bírság nekik, ami, ami és az már nem védség. Nem, öh. Az kettőtől hét évig terjedő. Igen. Szóval ez az egyik. A másik meg, hogy öh, higgyétek el, hogy tapasztalat, hogy a NAV az olyan, mint egy kurva lentkerekes autó. Egyszer beleendül, aztán majd ott fogják a fejüket fogni. Higgyétek el, biztos, hogy ez lesz. Hát most még így összeszedik magukat, ö, kidolgozzák a stratégiát, mit ellenőrzünk, hogy ellenőrzünk, aztán majd egyszer csak valaki beírja valahogy képzelétek, kim voltak, és megbaszott a, a NAV, meg kijött és vizsgáltak. Hát hogy volt ehhez joguk? Hát így. Hát így. Na, Krisztián. Hát Emlékezünk 2012-re, egy államtitkári fax elég volt ahhoz, hogy végtarolják az egész országot jóformán. Úgyhogy nem kell sok, Igen. hogy meglökődjenek ezek a dominók. Mondja, ö, Míg nem voltál, mert sajnos a neted kihagyott, ö, meghagytuk a... Ö, egy Ilyen kis apró morzsákat csepegtessünk a jövő hétre. Cumi-cunami, NFM videó, Szerecsen mosdatás, mostatás. a másik kettő volt, és ö, én meghagyom még a, a Lego cigit is, és hagyok neked időt, hogy a bansit azt nézted? Mindig megkérdezem, az meg, kérdezem, meg Nem, nem, nem. Nem bansít, nézted? Én nem nézek. Akkor azt egyedül fogom elmondani. és a blacklistet nézted? Nem, le vagyok maradva. Ó, hála jó Istennek. Annyit tudok mondani, Krisztián, megmondtam, meg, megmondtam. Most már fölcsigáztál utó kell érnem magunkat. Precuse és hogy, és hogy a, a, Fox berendelt kurva a kinéző sorozatokat, annyit mondok, hogy Lethal Weapon, hogy a 24-nek a spin offja hogy a Fear the Walking dead -re ugye ráírtat, hogy ezek meg sem érdemlik, hogy éljenek. Igen, tényleg nem érdemlik meg. És akkor annyival zárnám magam részéről, hogy, hogy a kultúrába én Két dolgot raknék be. Egyik, meglátogattam Jamie Olivernek az újonnan nyílt budapesti éttermét, és az indexes kultúr ö, cikkét csak megerősíteni tudom: szar volt a pizza. De majd kifejtem a következő adásban, hogy miért, és mindenkit a Social Eperszedés, aka SZED magadra buzdítanék. Eperszezon van irány a szed magad földek, és mindenki vegyen negyedáron epret. 400 forint körülbelül egy kiló, ha saját magad szeded, és tömöd bele a pocakba. Úgyhogy ennyi lett volna nekem. Ezt nem vártam volna tőled, Charlie. Azt szed <laughs> magad már. Hogy epret szedsz, igen. Szed <laughs> <laughs> magad mámát tény... elítem volna. Azt csak te nem mindegy, nem, azt, azt is bármilyen mennyiségben meg tudom menni az epret úgyhogy részemről ennyi, de hogyha még valamit akartok, 6 perccel a tervezett 90 után, akkor jó, jó, nem tudom, hogy én mikor szakadtam le, és mennyit mondtam el. Hát ott szakadtam meg, hogy utána nem hallottunk. A felébe. nem, nem tudom, annyira, annyira magával ragadtak az érzelmek, hogy elvesztettünk Krisztián, hogy, hogy, hogy egy blackouton volt ott, és nem, nem tudom, nem tudom, visszahallgatjuk majd. Akkor csak tömörén annyit mondanék el, hát ha lemarad, ha nem, akkor vág majd ki, hogy baromira jó kikerülni az index nyitó oldalára, mert a szokásos ezres-kétezres olvasó közönségen túl tízezer, kb. tízezer olyan új ember találkozott a témával tényleges tárgyilagos feldolgozottságban, aki korábban soha nem járt arra, úgyhogy baromi jó sült el. Krisztián, ez egy pina mágnes. Már nem te, hanem az index blokketrec. Tényleg csináltathatnám most már ilyen pólót magadnak, kim voltam a blokketrecben. Na jó van, behúzom a blogketrec ajtaját is. Jövő héten remélem már sokkal jobb hírekkel fogunk tudni beszélni a fogorvosról. Kibeszéljük a sorozatokat, és azokat a nagyon érdekes cikkeket, amit a végén mújó hiány és időhiány miatt nem beszéltünk meg, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Érintegetek közben, így rendesen köszönök el. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek <laughs> a <jól> figyelmet. <gül> <gül> Itt is látod, de olyan királynősen integettem. Ö, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a nevetekben is a figyelmet. Zsebkendő Jó volt a ez a másfél óra együtt. Könnyes szem. Nem, nem, Izén van, ö, papírtörlöm, tudod. A Szilvia Guriga, integetek. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Közi, sziasztok.